Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Gyakorlat a Gyula húsnál. A katasztrófák megelőzéséről tanácsoztak a belvárosi telephelyen. Változások a Gyula sportnál. Bővült a sportiskola, több önkormányzati feladat került a céghez. Áll a Kossuth téri fa. Idén a város 4 pontján díszítik fenyővel a közterületet. Víjon és más csavargók. Irodalmi estet szervezett a könyvtárban a Gyulai Művészklub. Őrizetben a tolvaj. Néhány óra alatt 10 házba próbált betörni az újkígyúsi Csé János. Katasztrófa megelőzéssel kapcsolatos tájékoztatót tartottak szerdán délelőtt a Gyulahús Békésugárúti telephelyén. A fórumon a védelemben érdekelt felek, a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság és a városvezetés ismertette azokat a teendőket, amiket egy esetleges veszélyhelyzetben el kell végezni a gyors és szakszerű mentés érdekében. A cégnél elsősorban egy ammóniamérgezés bekövetkezése jelentheti a legnagyobb veszélyt. Ez a nap híre. Bár az elmúlt évtizedek alatt szerencsére nem fordult elő olyan katasztrófa helyzet, ami komolyan veszélyeztette volna a nagymúltú céget, minden eshetőségre fel kell készülni. A Gyulahús Kft. Esetében az egyik legjelentősebb veszélyforrása egy esetleges ammónia mérgezés, ami egy olyan katasztrófa helyzetet eredményezhet, ami nagyon súlyos következményekkel járhat, nem csak az üzem dolgozói, hanem a környező intézmények számára is. A cég profiljából adódóan nagy mennyiségű hideg energiát használ, melyet ammóniás hűtőrendszerekkel állítanak elő. Itt az egyik legnagyobb veszélyforrás, ha ez a levegő bekerül. A Gyulahús Kft. Rendelkezik mindkét üzemének esetében úgynevezett súlyos káresemény elhárítási tervvel. Az ebben leírtakat, a célokat az elmúlt időszakban jó részt megvalósítottunk. Olyan beruházásokat hajtottunk végre, amely nagy mértékben fokozza az üzembiztonságot, illetve a balesetek kockázatát csökkenti. Ha az ammónia mérgezés nem csak az üzem területét érinti, akkor nagyon fontos, hogy az érintett minél hamarabb értesítve legyenek. Hogyha oly mértékű baleseti esemény következik be, ami az üzemi területen túlmutat, tehát a képződő ammónia gázfelhő úgy terjed, és olyan nagy méretű, hogy a környező lakosságot, illetve az intézményeket veszélyezteti, abban az esetben egy értesítési rendszeren keresztül riasztani kell az intézményeket és a környező lakosságot. A tanácskozás egyik legfontosabb célja az volt, ha mégis bekövetkezne egy ilyen helyzet, akkor mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga. Ilyen esetben a város vezetése is megkezdi az azonnali intézkedéseket. Hogyha ez a veszélyhelyzet bekövetkezik, akkor a Gyulahús Kft. Igazgatója jelzi nekem. Én összehívom a polgármesteri hivatalba az operatív irányító törzset, a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, mentőszolgálat és járáshivatal is minden olyan fontos szerv részvételével, akinek feladata lenne ilyenkor, és az ovális teremben a szükséges irányítási koordinációs tevékenységet végezzük, annak érdekében, hogy itt a területen a szakemberek a szükséges mentéssel kapcsolatos feladatokat el tudják végezni, és a veszélyhelyzetet elhárítsák. A tanácskozás végén a résztvevők megtekintették a katasztrófa védelemmel közvetlenül kapcsolatban álló üzemi területeket. Ez év szeptemberétől több szervezeti változás történt a Gyula Sport Kft.-nél. Bővült a sportiskola és több önkormányzati feladat került át a céghez. Kertes István ügyvezető a három témában, ezeken kívül a TAU-s fejlesztésekről és a sportrendezvényekről is beszélt. Ez év szeptemberétől már több új tevékenységgel bővült a Gyula Sport Kft. Feladatköre. Többek között most már hivatalosan is a cég koordinálja a város diáksportját, sportéletét. Az általános és középiskolák felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeztetését, valamint az eddig az önkormányzathoz tartozó városi sportrendezvények szervezését és koordinálását is a Gyula Sport Kft. Végzi. Az, hogy az átállás viszonylag zökkenőmentes volt, annak is köszönhető, hogy a szervezési feladatokat továbbra is Baktai Ferencnél látja. Én úgy gondolom, hogy különösebb probléma nem adódott ebből a átszervezésből. Én úgy látom, hogy olyan szempontból is előnyös ez a dolog, hogy ezek a rendezvények a Nonprofit Kft.-nek a létesítményeiben zajlanak. Akkor én úgy gondolom, hogy az kézenfekvő, hogy az a része is, ami a programok szervezésével adódik, az is ott a mi cégünkön belül történik, így sokkal közelebb kerültünk egymáshoz. Komoly fejlesztési lehetőségek valósultak már meg, és valósulhatnak meg a közeljövőben a TAU-s pályázatok révén. Az eddigiekhez hasonlóan ezekből a pénzekből a létesítmények további komfortosítása történhet meg.
A gyulavári sporttelepen egy új öltözőt szeretnének kialakítani, és a tornacsarnokban is lenne számos elképzelés. Az ez évi társasági adós pályázatunkban szerepel egy olyan lehetőség, hogy a Porászka Zsolt városi sportcsarnoknak a küzdőterének a felújítása, tehát teljesen új borítást kapna, hiszen ez a parketta borítás, ez még abból az időből maradt, amikor a sportcsarnokot ugye átadták. Szeretnénk, hogyha ezt meg tudnánk valósítani, illetve hát a szociális helyiségek, tehát a vizes blokkok öltözőknek a felújítása, illetve egy korszerűbb hangosítási rendszernek a kialakítása. De ez egy közel 40 millió forintos beruházás lenne, amelyet szeretnénk társasági adóból megvalósítani. Kertes István elárulta, a jövőben szeretnék elmélyíteni az aradi testvérvárossal a sport területén is a kapcsolatot, közös sportesemények szervezésével. Szerda délelőtt felállították a Kossuth téri karácsonyfát. Gyulán emellett még három helyen díszíti fa a köztereket, a piacnál, Németvároson és a Harukken téren. Két fenyőfát is felállítottak a belvárosban szerda délelőtt. A Kossuth térre egy teherautón érkezett meg az idei fenyő, innen egy gép segítségével emelték le. A levegőben lógó fa törzsét előbb láncfűrésszel igazították meg, majd a tartó fölé emelve a helyére állították. A tavaly költöztem ide, hát gyönyörű, mind a két fa gyönyörű volt, a felső is, meg ez az alsó is nagyon gyönyörű volt. Hát lehet, hogy ez gyönyörűbb lesz a tavalyra, gondolom, mikor fel lesz díszítve, és hát nagy örömmel várjuk az ünnepeket. A közüzem munkatársai számára már rutin feladat a fa állítása. A Kossuth tér felújítása óta minden évben kihelyeznek ide egy karácsonyfát. Ebben az évben több felajánlás érkezett, de kevés fa felelt meg a feltételeknek. Ezeket a fákat a főkertészasszonnyal választják ki a kollégák október második felében, utána pedig egyeztetés alapján a mai napra esett, hogy felállítjuk a fákat. Ezek lucfenyők, és körülbelül 8-10 méterre magasak. A Harukkern és a Kossuth teret is egy lucfenyő díszíti, melyek lakossági felajánlásból származnak. A város további két pontján találkozhatunk karácsonyfával az ünnepek alatt, a piacnál és a Németvároson. Ezeket majd a városrészek lakói állítják fel. A karácsonyfákat vízkereszt napjáig csodálhatják meg az arra járók. Újabb irodalmi estet szervezett a Gyulai Művészklub. A Víjon és más csavargók címmel megrendezett eseményen Nagy Balázs és Fodor György előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Emellett Kéri László alkotásait tekinthették meg a Városi Könyvtárban. Egybegyúlt a 20. század. A Lanton ballad a Víjon. A gyertyák körül sírcsönd támad, s szavalni kezd öreg Víjon. Baranyai Tamás alapítótak szavalt el Dézsi János Víjon Szeánsz című versét a Városi Könyvtárban, a Gyulai Művészklub legújabb rendezvényén. Az irodalmi est témája Víjon és más csavargók címet viselte, ahol két előadást hallgathattak meg az irodalomkedvelők. A hanyatló középkor és a kora reneszánsz irodalmáról szóló esten ezen korok egy európai és egy magyarországi képviselőjét állították a középpontba. Fodor György tanár Janus Pannonius munkásságát mutatta be. Ugye a középkorban óriási divat volt, hogy a nyugatra szakadt vagy külföldön tanuló magyar szerzők gyakorolnak különböző versírási technikákat, és ezek közül az egyik a kamaszkor megélése. Janus Pannonius is bekerült ebbe a körbe, a Ferrara iskolába, olasz területen, és Guarino da Veronától tanulta a testiségről való ékesebb szólást, amelyet egészen el fogok vinni a 21. századig, hiszen nemrég jelent meg Orbán János Dénesnek egy kötete. Az est egy gyulai festő Kéri László műveivel egészült ki. Az ő munkái, akárcsak a bemutatott két költő, társadalomkritikus felhangja és testiséget nyíltan vállaló jellege miatt a reneszánsz emberközpontúságát és természetközeliségét idézi. Nagy Balázs a Művészklub egyik alapító tagjának előadása egyfajta kulturális kitekintés volt Víjonra és korszakára. Részben persze foglalkozok Víjon munkásságával is ebben az előadásban, de alapvetően azt a világot, azt a környezetet, amelyben Víjon alkotott, illetve ami hatással lehetett Víjon munkásságára igyekszem bemutatni, a történelmi, kultúrtörténeti, társadalomtörténeti előzményeket, az őt kilővelő világnak a lelkiségeit, egy-egy kuriózumot kiragadva, illetve az ő hatását szemléltetni a 19. és 20. századi más francia szerzők, költők munkásságán keresztül, elsősorban szimbolistákon keresztül.
A művészklub tagjai legközelebb december 2-án mutatkoznak meg a művelődési központban. Ekkor egy festmény és fotókiállítással készülnek. Új Kígyóson több lakóházba próbált meg betörni az a férfi, akit őrizetbe vett a rendőrség. Az egyik udvarról egy személygépkocsit lopott el, amellyel balesetet szenvedett. A 29 éves új kígyósi Csé János november 22-éről 23-ára virradó éjjel Új Kígyóson több családi házba próbált meg betörni. A Kölcsei, a Dr. Pándi Kálmán, az Öreg, a Kis és a Petőfi utcákban összesen 10 ház kerítésén mászott át, 6 helyen feszegette az épület ajtóit, ablakait. Egyik házba se sikerült bejutnia, mert mindenhol megzavarták, így semmit sem tudott ellopni. Az egyik udvaron állt egy személygépkocsi, amelyben benne volt az indítókulcs. A gyanúsított belülről kinyitotta a ház kerítésének nagy kapuját, majd beült az autóba és elhajtott vele. A férfi Medgyesegyháza külterületén úgy előzött meg egy személygépkocsit, hogy a manőver közben neki ütközött. A balesetet követően Csé János megállás nélkül továbbhajtott, és Lőkösháza külterületén, amikor már az élettársa is vele utazott, lesodródott az útról. Személyi sérülés egyik balesetnél sem történt. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság rendőrei az utóbbi helyszínen elfogták és előállították a férfit, akinél a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, a Gyulai Járásbíróság a gyanúsított előzetes letartóztatását 30 napra elrendelte. Minden érintett háztartásban megfelelő minőségű víz folyik a csapokból. Kedd délelőtt hivatalosan is befejeződött a Gyula Elek ivóvízminőségjavító program. Rövid hírek következnek. Támasztókavics, illetve egy zöld homok és egy zeolit természetes szűrő rétegek vannak belehelyezve. Ezek végzik el a ivóvíznek a mechanikai szűrését. Háromféle töltettel ellátott tartályok szűrik azt a vizet, amelyet Gyulán és Eleken isznak. A gyulai kettes vízműtelep kulcs szerepet játszik abban, hogy a megfelelő minőségű folyadék eljusson az emberekhez. A 2,1 milliárd forintos program kedd délelőtti záró eseményén Pruhár László Elek polgármestere a vízkincs megőrzésének fontossága mellett a két város közel 2 évtizedre visszanyúló kapcsolatát és a közös felelősség jelentőségét emelte ki. Kivitelezők 6 új kutat fúrtak Eleken, emellett több korábban már működő kutat felújítottak. Összesen nem kevesebb, mint 13,5 kilométernyi vezetéket építettek. Gyulára 2 darab, 3000 köbméter per napos víztisztító berendezést telepítettek. Görgényi Ernő gyulai polgármester kiemelte, az új kutak jól vizsgáznak, teljesítik az elvárásokat. Kovács József országgyűlési képviselő az egészséges ivóvíz egyre nagyobb jelentőségéről, annak felértékelődéséről beszélt. Az ivóvíz minőségjavító programot alapvetően azért valósították meg, mert az EU csatlakozásnál Magyarország vállalta, hogy megfelel a közösségi normarendszernek. Ott pedig több más adat mellett a víz arzén tartalmának 10 mikrogram per liter alatt kell lennie. Egy tojásdadoszlopos habitusú növényé válik, ez van Gyulán a Megyeház utcában, és ott már egy 10-15 éves állományt láthatunk, mert ott idősebb növények is lettek eleve eltelepítve. A Megyeház utcaihoz hasonló gyertyánokat ültettek el a napokban a Cserjés utcában. A főkertész szavaiból kiderült, hogy ez a fafaj eredetileg erdőalkotó, de a képen is látható oszlopos változata a városokban is jól érzi magát. Az őszi fásítási program részeként itt, a paradicsomi városrészben jött létre a legnagyobb egybefüggő fasor. A város közterületei faültetés szempontjából sok esetben szűknek bizonyulnak, ezért több területen fel sem merül a túlzottan terebélyes fajok elültetése. Emellett a szakemberek szerint az is fontos, hogy lehetőleg őshonos, minél kevésbé tájidegen fajok tegyék szebbé a várost. Ősszel 206 lombos fát és 210 cserjét ültettek el Gyulán. Ezek költségeit több képviselő keretéből finanszírozták. Többek között sült kolbásszal várták a piac és vásárcsarnok közösségébe tartozó tagokat a szervezők a közös disznóvágás utáni vacsorára. A 280 termelő közül 10-15 vett részt aktívan a feladatok elvégzésében. Késő este 50 tagot vártak egy közös étkezésre. A piaci és vásárcsarnoki árusok már többször szerveztek maguknak közös programokat. A disznótoros vacsora alapját egy 220 kg-os sertés adta. Az állatot közösen vásárolták a tagok, az alapanyagokat
tápanyagokat is ők szolgáltatták. Kiki hozzáadta a maga portékáját. A munkát reggel 8:30-kor kezdték a Békesugár úti civilházban. A szervezet tagjai 2-3 éve szerveznek programokat. Céljuk, hogy egy összetartó közösséget alakítsanak ki az árusok körében. Terveik között szerepel egy adventi buszos kirándulás, melyre már most többen jelentkeztek, valamint egy pótszilveszter szervezése. Roxin Tibor érsebész főorvos már a középiskolában eldöntötte, hogy az orvosi pálya irányába orientálódik. Először állatorvos szeretett volna lenni, de végül mégis általános orvosnak jelentkezett, ezen belül pedig a sebészetet találta a legvonzóbbnak. Elmondta, számára ez nem munka, hanem hivatás, hiszen úgy fogalmazott, aki nem érzi magáinak 100%-ban ezt a területet, az ne akarjon gyógyítással foglalkozni. Az, hogy végül is ma orvosként praktizál, az nagyban köszönhető nagyapja beteg, akit elkísért egy kardiológiai vizsgálatra, és az ott történtek hatására döntött el, hogy ezzel a területtel szeretne foglalkozni. Ne elillan. Átrepül szinte minden napodon. Egy régi hagyományt élesztettek újra tavaly, idén pedig ismét megrendezték a Dürer iskola alapítványi estjét. A rendezvény célja a szórakozás mellett az intézményhez kötődő emberek, szülők összefogása volt, emellett pénzt gyűjtöttek az intézmény alapítványa számára. A megjelenteket a 4. B-osztályos Nebulók Szamba műsora szórakoztatta. A rendezvény önfelett szórakozással és játékos vetélkedővel zárult. Szabálysértési őrizetbe vettek a gyulai rendőrök egy fiatalkorú fiút. A Medgyesegyházi 10 éves november 23-án hétfőn az egyik gyulai áruházból tulajdonított el egy terméket. A rendőrkapitányság munkatársai a fiút lopás miatt 3 napon belül bíróság elé állíthatják. A Nielsen közönségmérés adatai alapján a népesség napi átlagos tévénézési ideje nem változott 2014-es évi adatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy átlagosan napi 5 órát töltöttek a magyarok a készülékek előtt. A felhasználók nagyobb arányban választották az általános szórakoztató csatornákat. Ezt a két legnagyobb kereskedelmi csatorna követte. A felhasználás ideje, a csatornatípusok közönségaránya korcsoportonként változik. Ön hány órát tölt egy nap tévézéssel? Sokat töltök, de közben mindig valamit csinálok. Tehát nem csak ülök és nézem, hanem mást is csinálok. Hát nem tudom, délelőtt valamennyit, este talán jobban. Változó. Hát van, amikor 2 óra, szóval van, amit csak 1, attól függ. De az a baj, hogy sok az ismétlés, meg úgy kevés olyan, ami új filmeket adnak. Nagyon kevés időt szoktam, inkább olvasni szoktam tévézés helyett. Ha a filmet is nézek, inkább a könyvek alapján készült filmeket szeretem jobban. A tavalyihoz képest gyengébb kukoricatermés ellenére biztosította a belföldi ellátás. Lapszemle következik. 3 millió tonnával kevesebb az idei termés. Magyarországon összesen mintegy 13,5 millió tonna gabona termett az idén, szemben a tavalyi 16,3 millió tonnával, közölte a behír.hu. A múlt évihez képest gyengébb kukoricatermés ellenére a belföldi ellátás biztosított kukoricából. Exportra viszont kevesebb, körülbelül 2 millió tonna jut, mint 2014-ben. Román ellenféllel játszanak a megye válogatottak. Az U12-es és az U13-as korosztályú megyei válogatott Arad megye ellen mérkőzik szombaton, írta a Békés Foci. A Magyar Labdarúgó Szövetség tehetségkibontakoztatási programjának keretében kiválasztott gyermekek Gyulán találkoznak Arad megye legügyesebb gyermekeivel. Állatparkba került a legyengült bütykös hattyú. Mostantól a korábbinál is népesebb a Körösvölgyi Állatpark Kistaván úszkáló vízimadarak tábora, írta a Körösmaros Nemzeti Park honlapja. A bütykös hattyú Észak-Békésben rendszeres, késő őszi, téli vonulófaj. A vizesebb esztendőkben néhány példány költésre is megtelepszik. Szent Ányos püspök ünnepe Tihanyban. Hálaadó szentmisével emlékeztek a tihanyi Bencés apátság védőszentjére, Szent Ányosra november 17-én, írta a Magyar Kurír. A latin nyelvű szertartás fő celebránsa Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius volt.
Csütörtökön a Délalföldön erősen felhős hószálingózós idő lesz. Pénteken és a hétvégén, november végének, december elejének megfelelő hideg, reggelenként foltokban gyenge fagy lesz. Csütörtökön napközben borult vagy erősen felhős idő lesz, de éjszaka kisé csökken a felhőzet. Gyenge, délután és éjjel kisé élénkebb északi szél fúj. Említendő mennyiségű csapadék nem hullik. Kevés havas eső viszont várható. Marad a hideg idő. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 1 foktól 5 fokig emelkedik. A folytatásban pénteken a november végének, illetve a december elejének megfelelő hideg időre számíthatunk, reggel gyenge faggyal. A hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Gyakorlat a gyulahúsnál. A katasztrófák megelőzéséről tanácsoztak a belvárosi telephelyen. Változások a gyulasportnál. Bővült a sportiskola, több önkormányzati feladat került a céghez. Áll a Kossuth téri fa. Idén a város 4 pontján díszítik fenyővel a közterületet. Víjon és más csavargók. Irodalmi estet szervezett a könyvtárban a Gyulai Művészklub. Őrizetben a tolvaj. Néhány óra alatt 10 házba próbált betörni az új kígyúsi Csé János. A Gyula TV híradóját látták, most a három téma következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!